Ezt a videót a Corvin konzol támogatta. www.corvinkonzol.hu. Southern Cali, when I put my mind on it, time on it, ironic, I can spit a rhyme and make the fucking blind fall. Szervusztok gyermekeim, hatalmasan, nagyon durván köszöntök mindenkit, NBA 2K16! Erről van szó, öcsém! Hogy nézek ki, hogy jobb felül, Szent Isten? Nagyon izgatott vagyok, baromira érdekel miért a játék. Na nézzük, csináljunk egy My Player-t elsősorban. Az lenne itt a legfontosabb, My Career. Let's go! Stephen Curry pattogtat. Gyerekek, játszottam eddig egy 10 percet körülbelül a játékból. Ég és föld a tavalyihoz képest. Ég és föld. Na pozíció, nagyon fontos. Most nem akarok point guard lenni, mert tavaly az voltam, és én alacsony point guard voltam. Vagy legyek point guard? Mennyire lehet a point guardot megnövelni? You increase the height, maximum speed will be reduced. Oké. Csökkenni fog a maximum speedem. Hát nem tudom, hogy point guard akarok-e lenni egyébként. Lehet, hogy center legyek, de az meg nagyon ritkán jutok a labdához. Shooting guard, hát small forward, power forward, nem tudom mi legyen. Lehet, hogy power forward leszek most, szerintem azt szeretnék lenni. Nézzük a scoring style, inside, outside, balanced, inside. Ilyen balanced szeretnék, de inkább inside legyek. Tehát power forward, ne dobáljam már triplákat, nem annyira szeretem. Legyen inkább inside. Height, na jó, magasak legyünk szerintem, minimum hát centiben jobb lenne, jobban érteném, megmondom, nem tudom átváltani. Legyek egy 6-11. 7. Ez túl nagy, nem? Centerek sincsenek nagyon se hetek, vagy azok sem 6-11 körül vannak. Hát legyen egy 6-11, ez úgy jó. A weight. Kérdjük, hogyha föltolom a súlyomat, akkor az látszik-e a testalkatán? Nem, semmi nem látszik. Hát akkor a weight az legyen mondjuk, igazából nem tudom, számít egyébként, biztos számít, hogy lassabb vagyok, gyorsabb vagyok. Legyek ilyen könnyebb fajta, hát így valahogy. Number egyértelműen 3-asok leszünk. Az a szerencsés számú, a születési számú, dátumom, Midtown High School, középiskola. Ja, ez a 2 van? Ez a 3 van? Hát akkor legyen ez a Dragons. Handedness, jobbkezes vagyok, Dominant Dunk Hand, az a jobb kéz legyen, Wingspan. Ez a karom hosszúsága. Durant legyek, ilyen, lelógjon. Hát mondjuk így, gondolom a blokknál nagyon jól fog jönni. Body length. Na, a test hossza, nézzétek csak. Így a csávokámnak ugye így, hát igen, a test hosszúság. Hát hogy legyen? Így, a karjon furcsa. Shoulder, na, válszélesség. Ilyen Kevin Garnett leszek, így kijön majd. Jó, legyek Kevin Garnett, szépen jöjjön kifelé, úgy legyek kemény. My career story subtitles legyen, oké. Okay. Are you sure you begin career with these settings? No. Hol tudok face-scannelni? Azt még nem néztem meg, nem láttam ilyenre lehetőséget. Na gyerek, én megtaláltam végre, hol lehet az arcomat customizálni, és van PlayStation kameránk, úgyhogy elég be tudjuk szkennelni a cuccot, na nézzük. Jó, tudjuk, legyen fényünk, meg le legyen minden levéve. Oké, okay, right. Na, mit kell tennem? Azt mondjad nekem, a Jézus ereje. You need to turn your head to the right, me, as slowly as possible. Oh my god. Várja, hogy hova kell tennem a fejemet? Úgy? De hogy áll a szemöldököm? Jézus ereje. Az a 100%? Ez nagyon erdja. Average quality. Nézzük. Jézus Isten, emberek, hogy néz ez ki? Hát Szent Isten, mi az a betegség? Hogy néz ez ki? Öljétek meg! Na, ennek most jónak kell lennie. Ennek most jobbnak kell lennie, mert amikor ugye most fény felé rájöttem a nagy eszem, hogy az ablak felé csinálom, vagy ablakkal ellentétes irányba csinálom, akkor talán jobb lesz. Na, 770 pontot összeszedett eddig. Előbb mennyi volt, ami 3000? Na, már most jobb. Már 40%-nál 3000-nél vagyunk majdnem. Most ugrik a majom a vízbe.
Jaj, great quality! Oh, nem is rossz, öcsém! Mekkora már! Azt a kurva! Ekkora izém van? Ja. De oldalról nézd! Mennyire jó már! Jézusom, na nézzük, váljátok, head presets. Valamit csinálunk vele. Profile sculpting, hair. Rakjunk rá hajat, attól talán jobb lesz egy fokkal. No hair. Ez így kész vagyok. Na nézzük, mi az itt még. Hogy néznék ki? Jézus is, nézzetek így oldalról? Hogy nézek ki? Milyen az a hairline? Lent van nagyon. Nem gondolom, az még lehet valami csinálni, nekem följebb van a hairline-om. Igen, nekem így van, hogy le van nyírva kb, de hát ez hogy néz ki? Így van nekem nagyjából, így. Aha, hát nagyjából, jó. Aha. De nekem ugye nem megy annyira azért fel a fejem, így. Na így egy fokkal talán. Igen, így határozottan jobb. Határozottan nem olyan, nekem nincs ilyen magas fejem azért. Jó, features, ez gondolom itt ez ilyen izé, ilyen sebek, aha, azok persze, most azok nincsenek, hair, az már volt, tattoos. Ó, milyen sexy hasam van, milyen izé, kiáll az egész bakker, na jó. Done customizing, accept changes and return. Accepteljük a changes-t. Na jó, nézzük, first game, az első középiskolás meccs, tekintsük meg, lehet, hogy néger vagyok, lehet, hogy nem, én négernek látom magam, lehet, hogy nem, fogalmam sincs. Living the dream! Spike Lee joint! Tudom, nem olyan joint. Na jól van, hát barom érdekesnek tűnik. Szóval, amúgy azt mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy tényleg sokkal jobbnak tűnik. Már egy 10 percet játszottam, amíg töltött, telepítette fel a játék magát. És föltűnt, hogy tényleg sokkal jobb a védelem, amit mondtak is. Sokkal jobb. Sokkal nehezebb támadni, tehát nincsenek most már annyi olyan sok cheese, ilyen charge cheese, meg zigzag, ezek a szarok, amiket ugye ki voltam akadva. Na nézzük a középiskolát, viszont a controls is megváltozott egy kissé. Melyik vagyok? Én ott vagyok a hármas, most már nem vagyok néger, látjátok? A hármas vagyok. Most meg már tök jó a bőrszín, de ott a pályán néger voltam, lehet, hogy nincsen fény. Milyen rohadt jó, alig nézik, nézzétek, tök középiskola feeling. Tök jó. Right! Kezdek? Hol vagyok? Sehol, szerintem padon. Én nem Hughes vagyok, ugye? Nem neveztem át magam. Azt elfejtettem, Hughes vagyok. Milyen magas vagyok, te jó ég! A sok kis pöcsöt nézzétek meg! Jöhet a passz, tesó! Elzárom, menjél, elzárom! Jöhet, passz be! Ez az, baby! Első pontok! Kamerával azért csinálunk valamit. Még rakjuk rá cukére, én azt szeretem. Vaj, ez nem az. Itt van cukér. High school! Még van külön ilyen kamera, hogy high school, beszarsz. Yes, safe changes. Nagyon jó! Milyen nagy ők a sok kis pöcs között, nézzétek már! Kurva jó! Na, van két pontunk, zsír. Defense, igaz, izé vagyok, NBA magasság ez már, kérem szépen. Szóval lehet, hogy most a bőröm tök jó, Hughes a nevem, azt majd át fogom írni. Azt ugye elfejtettem. Ott kellett volna a karakterkész, már nem bírtam magammal, ki akartam próbálni. Jones! Most pedig Kennedy, azt tudom, kik ezek egyébként, szerintem csak ilyen fiktív játékosok. Lehet, hogy nem. Azt nem tudom. Na, nem tudnak támadni. Nem lesz ebből semmi. Az nem! Pattanó! Ezt elcsesztem, na nem baj. Jézusom, én vagyok a legmagasabb amúgy, tök jó. Figyelj! Baj, post up! Nem jó a post up. Befújták a hármat rám. Még duzzogok is, bakker! Rám fújták a 3 másodpercet, igen, túl sokat voltam bent. Na jó, hát meg kell szokni, nagyon furcsa. Tökre tetszenek ezek a háttérzajok, tiszta ilyen suli. A cheerleaderek. Pagnotti Junior, azok a nevek. Jó, hát ezt nem engedjük, hát mit gondolsz? Mit gondolsz? Takarodj innen! Blokk! Az első blokkunk, egy blokkmester leszek. Olyan védelmet fogok nyomni, hogy nem igaz, folyton. Még LeBronon is nem érdekel, mindenkin. Egy Garnett leszek. Kiefer Sutherland. Hát azt be sem tudod adni, öcsém, olyan magas vagyok. De. Pattanó, itt van! Erről van szó, hol az irányító? Úgy van, vigyed, tesó, vigyed.
Erről van szó, figyelj! Jöhet, tesóm! Figyelj, post up! Betörök, nem tud megállítani! Ó, oh, itt leszedem a pattanót! Erről van szó, öcsém! Elszedem előle a pattanót! És látjuk, hogy azok a karakterek ott ülnek ott a tömegben, nagyon király! Lesz egy rendes storyline egyébként most már a karrierben, végre! Nagyon király, nem csak ilyen idióta, bugyóta átvezető animációk, mert a legtöbb azért nem volt nagy szám. Néha volt egy-kettő sztorihoz kapcsolódó, de ahhoz képest semmi. Hát ezt felejtsd el, tesó! Ó, kicselezett! Egy másodperc van hátra. Beadjon valahova, az kész. Jobb alul még az a scoreboard, ugye, az állásjelző, basszus. Egy az egy olyan, mint a középiskolákban. Tiszta Carter edző feelingem van, igaz, hogy ők ott főiskolai meccset játszanak, de tök Carter edző feeling. Nagyon király. És közben magyaráz a bemondó ilyen iskolai dolgokról, nagyon jó, tiszta, nagyon adja a feelinget. Nincsen zaj ugye, hát olyan, mint egy kis középiskolai meccs. De ebből sok ide jön egyébként, hogy már azért gondoltok be, mert Amerikában ilyenek a középiskolai kosárpályák is. Nézzük meg ilyen... Gyönyörű szép parketta, itt van meg ilyen az egyetemeknek van ilyen. Na hát azt felejtsd el, második blokk! Egy igazi állat vagyok, Chris Anderson vagyok! Jöhet tesóm, nem tud megállítani, tesóm! Freak! He's yours, mi magyarázok is, tök jó! Nagyon bejön öcsém! Majd a nevet tényleg átállítom, annyi az egész dolog, nagyon király! Azok úgy néz ki, mint Dragic. Lemaradtam róla, pedig simán bebúrtam volna. Lassú vagyok, azt hogy tudni kell, szóval majdnem, hogy ilyen seklassúságú vagyok. Seklassú vagyok. Gyere! Nem? Gyere be! Palánk alatt, öcsém! Palánk alatt, nem tudok megállítani! Mindenki kis pöcs idáig érnek, nem tudok megállítani. You can't stop me. Elegem lett egyébként a 2K15-ben, hogy én voltam a legalacsonyabb segdugasz egyébként a My Parkban. Ez most már nem lesz így. Erről van szó! Nézzétek meg, minden pattanót szedek! Gyerünk! Csináljátok valami, srácok! Jöhet vissza! Figyeljél! Post up! Ott van kín a sarokban, mint egy prosti! Nem! De dobja! Itt bedobja! Tripla volt! Szerintem tripla volt és assziszt is volt, ha minden igaz. Azon most nem tudom követni a statisztikáimat, ugye, mert valamiért most olyan a játék, hogy nem írja ki. Pedig jó lenne látni, mi van. Ó! Jaj, ne, lemaradok! Dehogy maradok! Pattanó, hát nem tudja leszedni, olyan nagy tögállat vagyok, nem tudja leszedni. Ott a passz, figyelj! Grace, jövök, figyelj, kettes! Grace, perfect release! Egy állat vagyok, öcsém! Hány pontig fogunk elmenni? Nincs valami statisztika, hogy hány ponton van? Ez nagyon zavaró. Jó lenne látni. Szívesen látnám valahol. Oké, okay, hát azt felejtsd el, öcsém! Felejtsd el! Beáll! Az megvan. Ezt bevitte. Jézusom, de jó az a játék! Már most! És nem is az NBA-ben játszom, öcsém! Let's go! Úgy van, erről van szó, öcsém. Mennyi? 13-9. Mi vezetünk? Elvileg, ugye? Mi vagyunk a PLHS, I guess. Na! Igen, 4 Hughes, oké. Okay. 83,3-as a mezőnykosarunk. 10 pont, 4 lepattanó, 1 assist, 3 blokk, öcsém! Nézzük meg, mindenkit kiemelkedek, mindenki felett vagyok. Erről van szó. Nem, szóval tényleg az előző részben ugye ugyanakkor a méretű játékos csináltam, amikor vagyok, és hát segdugasz is lettem. Jöhet be. És nem tetszett ez. Jó, nézzünk egy fade away-t. Post fade away. Nem. Menjek a büntető vonalra. Még egy flexin. Még feszítek, öcsém. Nagyon király. És milyen jól néz ki a cipő, fűző, minden. És becsolnak, hogy it's all you freak. Ben van! Nagyon király! És ilyen beképzelt vagyok, mikor találtam legutóbb el a gyűrűt? Milyen beképzelt vagyok? Azért nem kéne ilyen beképzeltnek lenni. Erről van szó! Garrett vagyok, öcsém! Nem is tudnak mit csinálni velem, semmit nem tudnak csinálni. They got nothing on me! Nothing! G-Defense! Jones, nem tudom ki vagy, de Jones vagy. Kennedy! John F. Kennedy fia! Amúgy nem, csak hülyéskedtem. És elzártam a saját tesómat. Nem jó buli. Gyerek, olyan védelmet nyomok itt a palánk alatt, és nyomni is fogok, hogy ez nem igaz. A parkban én leszek a hiányzó láncszem, mert senki nem fog a védelemre menni, azt már látom előre. Rodman leszek. Rodman és Garnett keveréke. Lepattanó király. Jó, hát azt felejtsd el.
Így is van, kié másé lenne. Gyerünk, Kennedy! Helyette Grace! Grace, jöhet vissza! Grace! Nincsenek rajtam! Grace! Kettes! Erről van szó, Garnett vagyok! Freak! Mekkora királyság már! Ez meg már a harmadik negyed egyébként, azt veszem észre. Hogy lehetséges az? Ilyen gyorsan menne? Kettőzzük le! Ne engedd, ez az! Erről van szó, szedd el tőle! Fölugrunk! Vagy nem? Falt volt ezek szerint? Jó, azt mondom, hogy ugrás van, de nem. Kiefer, hát nézze, ki se lát mögülem, alólam. Jones! Most egy kicsit tényleg másfajta játékmódot szerettem volna játszani, mint ezt a point guardot, ezért lettem ilyen magas ember, de ennek nagyon örülök. Néha lehet, hogy be fognak rakni centernek, bár önök lehet, hogy azért ez a... Nem, a 6-11 az szerintem teljesen jó méret, még centernek is az NBA-be. Nem vágom ezeket a hüveik meg incs méreteket, nem tudom átváltani fejből. Jó, hát azt felejtsd el, felejtsd el! Ú, basszus. Nem, ott lett még egy pattanó, gyerekek. Kinek passzoljak? Ott van, látom! Joseph! Jöhet vissza, a hármas nem vállaljuk el, viszont betörünk! Betörünk, mit szóltok? Úgy sem tudnak mit csinálni, tank vagyok! Shaquille vagyok a kis legyek között! That's what's up! Hoppá! Üresen hagytam a játékosomat. Nagyon jó, érzed a játékos súlyát, érzed a dinamikát, sokkal jobb a védelem, sokkal jobban érzed, hogy mikor kell tempóból ugrani, hogy blokk legyen. Ez most bement. Szebb is a játék. Tényleg nem milliószor szebb, de azért szebb. Látszik, hogy sokkal szebb. Ez az, gyere, még csináljuk meg! Jöhet! Ne, miért? Nagyon szép, öcsém! Nem mondtam semmit. Dupla annyival vezetünk, erről van szó. Nagyon jó, és jön az utolsó negyed. Egyet akkor ezek szerint kihagytam volna? Mert harmadik periódot ír. Mi is, hogy periód? Periódus? Aha, negyedik periód. Hát akkor... Vagy így elment, vagy pedig egyet nem játszottam. Szerintem csak így elment. Mondjuk 2 perces egy negyed. Megyek be! Jaj, ne! Háromszor egy nyomtam véletlenül, az most valami más egyébként. Hoppá, pumpfék! És nem tud megállítani! Palánk alatt, életveszély. Csávokán meg ilyen Kobe cipőben nyomja, nem semmi ott kint a pályán kívül. Nagyon bejön! Kiefer! Most komolyan? Rá fogja dobni. Kiefer... felejtsd már el, öcsém! Most ezt komolyan gondoltál? Ó! Hallod? Annyira lehet érezni, mikor kell blokkolni. Jó, majd mondjuk azért kíváncsi, hogy Westbrookon is meg fogom ezt tudni ezt csinálni. Jöhet előre, gyerekek! Jöhet előre, nem tudok. They got nothing on me! Figyelj, passz! És ott az assist! Assist! Give me that! Oké. Nem baj. Jaj! Jó. Ó, majdnem elloptam. Jó, azért megszavoltam még attól. Oké. Okay. Mit csinál, hülye ez? Túl sok volt a pia tegnap. A high school party, mi? A high school musical túl sok volt. Jó. Jó, hát szerintem felejtsd el, hogy te itt engem fogni fogsz, majd a posztáppal olyan halálod lesz. Na ennyi gyerek! Ennyi! It's over! Oh, még nyomom is a danced! I got the dance moves, baby! Hogy vigyorgok? Jó, hát nyugodtan beszéljétek át, végetek van. Dupla annyival vezetünk. Nézzétek meg, Shaq vagyok! Olyan jól látni, hogy ilyen magas vagyok. Ugye, mert furcsa nekem, hogy magas vagyok, mert a 2K15-ben ugye nem voltam magas. És nem fogok 3 pontos dobásokra menni egyébként, szóval nem fogok ilyen cheese játékos csinálni. Nem tudom, hogy kivették-e, jó lenne, ugye, mert az előzőben az volt, hogy mindenki csinálta ezeket a batár magas játékosokat, és mindenki itt 3 pontosokat dobált, ugye ez nem túl életszerű. Mert a valóságban, hogyha minél magasabb vagy általánosságban, annál rosszabbul dobsz. Megint rosszat nyomtam. Furcsa, hogy nem a 3-szög a post-up, ezt meg kell szokni. De még szerintem meg fogom ezt szokni hamar. Hoppá, kicsit elszartam. Ó! Oh! Nagyon jó! Menjetek, srácok! Oké, jöhet, nézd csak! Figyelj! Post move! Bemegyek, betörök! Falt! Nem, nincs falt, nem baj, nagyon jó! Minden bemegy! Hát ez a high school még olyan, hogy érezzem, hogy nagyon kitűnök, aztán bekerülök az NBA-be, aztán végem van. Szurkoljatok, lányok! Nagyon királyok vagytok ott hátul, milyen királyok már! Micsoda? Late for? Ó, ekkora a steal! Nem adja oda. Jó! Nagyon királyek, 28-13-ra nyertük az első középiskolai meccset. A tömeg majd megőrül, sem.
Ú, de izzadt vagyok, oda nézetek! Csorog lefelé. Persze én vagyok a legjobb. 22 pont, 7 lepattanó, 1 assziszt, 4 blokk. 11 kísérletből 10 bement. 2 büntetőből 2, és 8 percet játszottam. Az azt jelenti, hogy mindegyiket játszottam. Advance. Hú, gyerekek, nagyon király ez a játék. Nagyon király. Ha szeretnétek még látni egy folytatást, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, és folytatni fogjuk tovább. Szervusztok, gyermekeim!